A listavezető Gerjens Kalvia után a második Bölcske ellen az első félidőben bekapott gól ellenére sokáig éltették a tamási sárgák az újabb pontszerzés reményét. De elől a bölcskeiek igen masszív területvédekezése is szerepet játszott ebben, nem voltak ezúttal elég szervezettek és elszántak ahhoz, hogy egyenlítsenek, esetleg fordítani tudjanak. Így ezúttal elmaradt a pontszerzés, az ötödik helyről nem tudott feljebb lépni a csapat. Sokkal agresszívabb futballt vártam, mint amilyet játszottunk, tehát kicsit sündisznóztunk, ami ugye a kapusunknak igazából nem kellett védeni, csak maga mögé nyúlni egyszer, de hát ilyen a futball. Mentek előre, nyomtak a sárgák, ám hatékony szélsőjáték kellett volna ahhoz, hogy előbb a védelem mögé, majd gólhelyzetbe is kerüljenek a tamási játékosok. A múltkor azért nagyon sok volt nekünk, hogy szombaton Gerjen, szerdán Bátaszék, most ez a meccs. Én azt mondom, hogy a mi lelkiismeretünk tiszta, mi egyetlen egy meccset nem mondtunk le. Itt vannak csapatok, akik nagyon jól taktikáznak, akik az eltiltottak miatt, meg mindent a vírushelyzetre való tekintettel kihasználják. Mi tisztán játszunk, ezt sajnálom, hogy más csapatok ezekhez az eszközökhöz nyúlnak. A Tamás így is még reménykedhet, hogy egy újabb győzelmi szériával most a hajrában esetleg felérhetnek még a dobogóra is. De akkor sem lesznek csalódottak, ha ez most az idén még nem történik meg. Mert itt van 5 olyan csapat, de még majdnem a Kokosdót is ide veszem, meg néha a Tevelt is, hogy bárkit megverhet, és így nagyon nehéz folyamatosan nyomás alatt, és hát nagyon nehéz ez a fiatal játékosoknak, ezt lehetett ma is látni, hogy óriási különbség van azért az utánpótlás és a felnőtt futball között. Ráadásul itt mondom, itt 17-18 éves gyerekekről is van szó nálunk, és őnek még azért kell 1-2 év minimum, hogy felvegyék ezt a ritmust. A koronavírus miatt kieső, távol maradó magyar származású szerbeket visszavárják Tamásiban. Régebben kerültek ide, 2 idősebb játékos, ők a rutint képviselik, és volt a fiatalabb, a Kaszás Krisztián, ő nagyon hiányzik középső védőbe, ő meg egy iszonyatos fizikum, és ennek a 3 embernek a mentalitása, aki magával ragadja a többit, főleg az hiányzik. Szumma szummárom Megz Gyula hazatérésével új támogatásra érdemes korszak kezdődött el. A nem is olyan régen még az afrikaiakra és a már leszálló ágban levő idősebb játékosokra építő tamási fociban.